Ma a nagybelegi tájházban mit készíthetnek az ide látogatók? A mai nap folyamán ugye két dolgot is készítenek az itt látható ifjúság. Rongybabákat készítünk, illetve makramé karkötőket, de hogyha már mindegyiket kipróbálták, akkor egy harmadik dologgal is fogunk próbálkozni, mégpedig körmöcskézni, ahogy régen készítették a gatyamadzagokat. Aztán azért ezeket a dolgokat hoztam, mert ezek viszonylag könnyen elkészíthetőek. Előre elkészítettem az alapanyagokat, hogy ne hosszú időt vegyen igény, mert a mai generáció ugye a technika fejlődése korában egy kicsikét türelmetlenebb, és azért olyan dolgokat hoztam, ami hamar elkészül, könnyen szereznek sikerélményt, és ezáltal felbátorodnak. És nagyon szeretem, hogy a fiatalok, amit én megmutatok alapvető dolgokat, azt továbbfejlesztik és ötletelnek, nagyon kreatívak, amire én nem is gondoltam. És a babát úgy szoktam magyarázni, hogy előre legyártom a dolgokat, hogy mértani alakzatokat használunk. Van nekünk ugye itt kockánk, síkban, háromszög ugye a kendőcske, ha megnézzük, ugye a szoknya része az kör, és a téglalap az pedig a kötényecske, és akkor ezeket így, főleg a kisebbek vannak, sokkal könnyebben elsajátítják, hogy mit, mi, hová kell tenni. Van egy adott minta, ami alapján elkészíthetik? Vagy? Nagyjából ugye egy olyan 10-10 cm-es, néha nagyobb, néha kisebb, attól függ, milyen babát készítünk, általában ilyen vékony vászonanyagból készítjük az alapot, hogyha itt megmutathatom egy ilyen kis szellemecske, hogy elnevezték a gyerekek készül-e, és akkor ezt lehet fölöltöztetni. Semmit nem varunk, mindent kötözünk, és hogyha megnézzük, lehet kisebb korosztálya is óviba is dolgozni, mert a végén kihúzzuk a horkapálcikát, és akkor innen nem sérül meg semmi, de a baba egyben marad, és a gyerek sem tudja ugye a horkapálcikával másik gyermekbe kárt tenni. És általában szeretik a színes anyagból készült dolgokat. Aztán tovább fejlesztik. Van, aki gyöngy kaláris tesz, valaki mellényt, nagy kendőt. Aztán itt még a tanár úr is csak éppen elmenekült, ő is készített babát. A fiúk is sokszor készítenek a huguknak, vagy nagymamájuknak így emlékbe. És aztán volt rá példa, hogy a gyerekek bábjátékot adtak elő a babákkal, úgyhogy ez így közkedvelt lett. A makramé pedig itt a lányok megmutathatják, nagyon sok színbe készítettek, csak már többiek elmentek, és nagyon jó ajándék, éppen elmondta itt a két lányka, hogy otthon is ugye a barátja is kérte, hogy ne vegyen ajándékot, hanem készít, és sokkal értékesebb, amit ő készít, mert a saját idejéből. És ugye ma az időnek az értéke egyre jobban felértékelődött, és saját maga készítik. Akár lehet neves karkötőket készíteni, vagy sima csak egyszerű makramét. Azt megmutatnám, hogy ilyen különböző kétféle típusú körmöcske van, hát ez az egyszerű, ez már egy kicsikét ugye modernem, és akkor ezzel, ha rátesszük a fonalat, egy különleges technika kell hozzá, így megvan ez a része, másik részét, és akkor ezeket így át kell húzogatni így egymáson, ezzel a technikával, és szépen lassan elkészül, ez egy kicsit vastagabb lesz, és ebből is lehet karkötőt készíteni. Mennyire kitartóak a fiatalok, mennyire népszerűek? Eléggé kitartóak, például a lányok a kezdetektől, ahogy megérkeztek, itt leültek, és volt olyan fiatal hölgy is, aki azt mondta, hogy nem szokott kézműveskedni, mert türelmetlen, és ahhoz képest készített két babát, és nem is állt fel közben. Bizonyára lehet fokozni ugye a babakészítést, hogyha varunk csipkét, stb. Ez hosszabb folyamat, azt csak aki szeretne, vagy hajat ragasztani, vagy fonni, vagy ki mit akar. Tehát mindig a legegyszerűbbet hozom, hogy az alapokat tanulják meg, és így úgymond ráhangolódjanak a kézműveskedésre. Mert ha hozok egy bonyolultabb dolgot, hogyha ezt meg tudjuk így mutatni, mert én eleve gyöngy ékszereket készítek, tehát egy ilyen ékszert elkészíteni nem fogunk egy ilyen alkalomkor, és ha ilyenbe belekezdenénk, akkor a gyerekeknek elmenne a kedve. Tehát az alapokra kell megtanítani, és kedvet kell, hát ugye meg kell teremteni a kedvet ahhoz, hogy ők kézműveskedjenek. És én ezt szeretem, otthon is az iskolában hagyományőrző szakkört vezetek, és bőrözni szoktunk a gyerekekkel, például csuhévirágot készítünk, különböző dolgok, mint karácsony, akkor a karácsonyi
asztaldísz, adventi koszorút, csuhéangyákat készítjük el. Mindig az a legegyszerűbbektől kezdünk, hogy az alapvető lépéseket tanulják meg, és akkor kedvet kapnak hozzá, és már ők akkor néznek ugye ma az internet világában az interneten, és az is jó, de én azt szeretem a legjobban, amikor a nagymamákkal kezdenek el otthon beszélgetni, hazavisznek egy kis rongybabát, és akkor a nagymamának is kedve jön hozzá, hogy mi is csináltunk ilyet, akkor gyere, csak én így csináltam, nálunk ilyen volt, meg hasonló, és így a generációk közötti beszélgetés is újra éled, mert napjainkban sajnálatos módon ez egyre nehezebb ez a téma. És én úgy gondolom, hogy ez a családot is összehozza, az ifjúságot és a generációkat is.